zörög a megfakult viharkabát, az égen borbély tányér holdinunk. Az emlékmű talapzatán akár angyalszárnyakból hullatott pihék, mécsek remegnek, szürke és sivár a kő, a part, s páncélozott az ég. A kivételes tehetségű író már gyermekkora óta a könyvek irodalomvilágában élt. Hamar megtanult több nyelvet is. Jelentős műfordítói tevékenysége által megismerhettünk olyan külföldi műveket is, melyek a kor uralkodó ideológiája miatt nem voltak elérhetőek a nagy közönség számára. Az író, habár rövid ideig élhetett, hagyatéka velünk van ma is, köszönhetően a Baka István Alapítványnak. 75 éve született, és nagyon fájdalmas kimondani, hogy már 28 éve nincsen közöttünk Baka István. Egy szomorúan rövid életbe, egy rendkívül nagy életmű fért bele, költői, írói, drámaírói, és nem utolsó sorban, mert nagyon fontos, műfordítói életmű az, amit ránk hagyott. Nekünk szekszárdiaknak azt hiszem van egy különös lehetőségünk, mert miután ő nagyon sokáig mindig is ragaszkodott ehhez a városhoz, bár nem itt élt, minden művébe így vagy úgy azért beleszövődik a szekszárdiság, a szekszárdi gondolkodásmód, és mi ismerjük itt azokat a helyeket, ismerjük itt azokat a szegleteket, ismerjük azokat a gondolatokat, amelyek azért fölsejlenek, kimondva vagy kimondalatlanul ezekből a sorokból. A 20. század második felének meghatározó költészetét, irodalmát létrehozó alkotó műveit nem könnyű értelmezni. Nagyon nehéz az ő szövege. Nagyon nehezen adja meg magát a bakai szöveg, viszont hihetetlen mélységekig jut el a szöveg és az olvasó általa. Rendkívül szigorú etika az, ami átszövi ezeket a sorokat. És nagyon fontos nekünk itt szekszárdiaknak, hogy ez az irodalom ezer szállal kötődik, kimondva vagy kimondatlanul ehhez a városhoz. Kitűnő ember is volt, és kitűnő költő is volt. És hát az, amit elmondtam, hogy egy érzékeny valaki, akit megihletett a szépség és a sátán is, hogy meg tudja írni mind a kettőről azt, ami oda illik, és ami illeti ezeket a szélső költői motívumokat. Végül is ezek között élte az életét, mint költő, hogy az ember számára el tudja mondani, mitől tartózkodjon, mit kövessen, mitől lesz olyan, hogy felnézenek rá. Sajnos igen rövid életet élt, mert nagyon köztünk lenne még a helye. És meg kell mondjam, hogy a szekszárd összképéből nagyon-nagyon hiányzik. Az évforduló kapcsán több programsorozatot is életre hívnak idén. Szeptember 22-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban
egy emlékműsor lesz. Mózer Zoltán ennek a szervezője, és két színész, illetve zenész az, aki megemlékezik itt ez alkalommal. Ugyancsak az ősz programja az a Kárpát-medencei versmondó találkozó, amely két évente rendeződik meg, és idén is várjuk természetesen a versmondókat az ország és a határon túlról. Mindenfelől reméljük, hogy sikerrel tudjuk ezt lebonyolítani. De tervben van még egy, a Vármegyeházára szervezett pódiumbeszélgetés is, mely Baka István és a zene kapcsolatáról fog szólni. Ami a Baka hagyatékot ismerők számára egyáltalán nem ismeretlen, nagyon sok művét ihlette az a nagy zenei műveltség, ami az írót jellemezte. Ez a beszélgetés ezt hivatott majd feltárni Bősze Ádám zenetörténész segítségével.